Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma nem mást, mint egy Acer laptopot fogok bemutatni. Eladtam a sajátomat, a Dell-t, ami volt, és ehelyett most lett egy ilyen kis Acer. Ez egy kis business class. Hát, lássuk is. Tehát a teteje az ilyen egyszerű, szálcsiszolt fém. Szerintem marha jól néz ki. Fókusz, hogyha lenne, jó lenne. Na mindegy. Tehát így első ránézésre nem tudom, hogy hogy tudjam videózni, hogy lássátok tényleg, hogy ilyen picit csíkos. Na talán így jó lesz. Már kicsit retkes, mert már több napja használom. Na mindegy. Na, a lényeg az, teteje fémes. Az egyik oldalán viszont van. Hogy csináljuk, hogy jó legyen? Letesszük. Tehát itt van két darab USB 3. Mellette van egy kártyolvasó, alatta pedig egy Express kárt 3-4-es foglalat, amiben hát elég sok mindent bele lehet tenni végül is. SSD-től kezdve USB hubig, vagy mobil internetnek ilyen szarságot, szóval minden szélszart. Őszintén megmondva nem nagyon használjuk. Hát van, aki használja, de azért az elég elenyésző. Na mindegy, megyünk tovább. Itt van maga a hűtés a cuccnak, itt jön ki a meleg levegő, a töltőfej, hely, Kensington zár, a másik elől nincsen semmi, mint ahogy látjátok. A másik oldalán a jack dugók, a mikrofon és a hangszóró fülhallgatónak, még egy USB 3, mellette egy elszata, ami USB 2-es is, szóval tud USB 2-t is. Így az Egger nekem most oda van bedugva, amit vissza is kínozok bele valahogy. Igen. Mellette a HDMI csatlakozó, mellette VGA, és nem utolsó sorban a LAN csatlakozó. Illetve, mint látjátok, hogy hát elég magas a cucc, mivel extended battery van benne, szóval 9 cellás aksi van benne. Így, hogyha letesszük az asztalra, jól látszik, hogy kicsit így kiáll belőle, de ez egyébként nagyon jó dolog, mivel nem melegszik. Az alja abszolút nem ér hozzá semmihez, így akár még ölben tartva is, az alsó rész az teljesen levegőzik, így nem melegszik. Hátul nincs semmi érdekes, itt van egy valamilyen LED elvileg, amit én még eddig nem láttam, hogy villogjon, de lehet majd ennek is eljön egyszer az ideje. Elől viszont van még valami, amit elfelejtettem mondani. Hát azt mondtam, hogy nincs. Hát itt van a Wi-Fi csatlakozó, mármint a Wi-Fi van egy ilyen kis égője, illetve itt van, húzni kell, tolni kell, ezzel lehet a Wi-Fi-t kibe kapcsolni. Itt vannak az állapotjelzőledek, és ennyi is. Az alján pedig, hát ezt így most az ölemben mutatom meg, a licenca, aminek a szériáját kitakarom, Windows 7 Home Premium, és akkor itt van maga a modell, vagyis ez a Wi-Fi-nek a cucca, az titeket nem érdekel, és akkor itt van egy konfiguráció, mivel nem újonnan vettem, ez egy refurbished laptop, egy Acer TravelMate P633M, i3-as, 4-magos, 4-magos, 2 mag, 2 RAID, 4 giga RAM-mal, 320-as harddiskkel, integrált videókártya, és 13.3-as QWERTY. Szóval ez végül is egy business class cucc, de jó cucc. Na, a lényeg az egészben, hogy ebben most 5 giga RAM van, mivel abban reménykedtem, hogy BIOS-ba át tudom állítani, hogy a VGA-nak azért adjunk egy kicsit több kraftot.
Hát kurvára nem lehet átállítani, de ez most már az én problémám, de úgy marad 5 giga RAM-mal, úgyis van pluszba 1 giga RAM-om, úgyhogy ez így marad. Ugyanúgy Acer logo. Itt alul, ez nem tudom őszintén megmondom, micsoda. Hát egy gumi valami. Néztem, levettem a kapakot, nincs alatta semmi. Mert itt van a hard disk. Szóval kurvára nem tudom, hogy micsoda. Ha akartok videót, szétszedem majd, és megmutatom, mi van. Itt van egy hangszóró. Ami elég szép darab egyébként, egy elég szép nagy hangszóró. Itt memóriát le, itt vannak a memóriák egyébként, hard disk, wifi, itt mellette van még egy wifi slot, vagy egyébnek, nem tudom pontosan mire jó még, de azt írta, hogy wifi slot, de kétlem, hogy két wifi-t használna az ember, vagy két wifi kártyát egyszerre. Na mindegy, itt van még alól egy ilyen gumis cucc, amit mutatja, hogy el kell így tolni. Ez pedig nem más, mint egy dokkoló, szóval dokkolni is lehet a laptopot. Ami végül is nem hülyeség, de őszintén megmondom, nem is egy jaj, de hasznos dolog. Mármint nem tudom, hogy ki fogja ezt használni, vagy ki használta ezt egyáltalán. Itt vannak a gumilábak egyébként, hogy ne csúszson, a zaksi kivételét segítő cuccok. Itt, illetve itt jönnek, itt is nyomja még ki a meleg levegőt, van rajta egy kis ventilátor rárajzolva egyébként. Ami így most nem látszik, illetve itt is mutatja. Illetve ezek a kis lyukok is, ez mind a hűtés miatt vannak. Így is látszik nagyon jól, hogy elég jól kiáll a zaksi, de ez engem egyáltalán nem zavar. Ami volt régen a Dell-em, az is ugyanilyen volt, az is 9 cellás, csak az egy 15-ös laptopnál, ami azért sokkal nagyobb, és sokkal észrevehetőbb. Na, hát nyissuk ki. Nem kell megfogni, vagy valami, mert nem nyílik fel. Közben háttérben renderelem az új Far Cry videót. Igen. És akkor itt van bent Acer logo, a nyitó zárak, ezek csak ilyen kis fémes valaminek tűnnek. Hát mi is van itt? i3-os logo, Windows 7 logo, új lenyomatolvasó, nagyon hasznos dolog. A TravelMate, a billentyűzet, hát őszintén megmondom, én kurvára meg vagyok vele elégedve. Én nagyon szeretem ezt a billentyűzetet. Abszolút megfelel az elvárásaimnak. Egyéb itt fent nincs. Funkciógombok, amiket lehet látni, ezek a function gombbal együtt működnek. Képernyő megosztástól kezdve minden szél szar van benne. Nincs numpad, de végül is nincs is rá szükség, mivel ez egy 13-os laptop. Ha azt is tettek volna rá, kurva kicsi lett volna az egész. Mármint maga a billentyűzetek, így se túl nagyok, de én az én nagy ujjaimmal is még kényelmesen tudom használni. Itt fent, hát most a sötét miatt, illetve a szar fókusz miatt, a power bekapcsoló gomb, mellette a wifi gomb, mellette egy ilyen folder nyitó faszom tudja mi, mert sosem nyomtam még meg, mellette az e-mail kliens, jó lenne fókuszt megtalálni, így. Az e-mail, hát hogyha megnyomom, automatikusan nyitja az Outlookot, vagy ami alapértelmezetten be van állva. Egyébként ez a szélén az ilyen mikrofont ki lehet kapcsolni. A másik pedig egy P, amit, hát őszintén meg fogalmam nincs, hogy mire van, mert még nem nyomta meg. Na lássuk, bekapcsoljuk, elkezd dolgozni a cucc. Megszokott Acer logo. Hát igen, én hibernálni szoktam a Windows-t. És most látom, hogy elég retkes a kijelző, bocsánat érte. Egyébként itt még van fent egy HD minőséget generáló mikrofon, 720p-ben tud videózni, illetve a két darab lyuka a mikrofonnak, ami, hát nem próbáltam még ki, de szerintem jól működik. Na igen, itt van a kéri az én kis jelszavamat, amit megadunk neki, és már még persze, hogy a Facebook jön be elsőre. Jó. Minden istennyila elindul rajta. Na, hát ez lenne egyébként. Nem sok látnivaló van így Windows alatt. Megszokott Windows 7. Specifikációk még egyszer. Ha a fókusz is úgy akarja. Igen. i3-as. 5 giga RAM, amennyi van most jelenleg benne. És ennyi.
Igen, lesz majd egy SSD csere benne, mármint SSD csere, jön bele egy SSD. Lehet, hogy csak egy 32 gigás, mivel elméletileg nekem az elég egyelőre. Mivel ez a laptop főleg munkára van használva, így nincs jelentősége a nagy tárhelynek, mert arra ott van a gép, a nagy gép, illetve a másik gép, meg szerver, meg minden faszom. Na, az egér, amit hozzá használok, ez egy ilyen Logitech MX, hát meg nem mondom most hirtelen, hogy mi, de nagyon jó cucc egyébként. Csak kicsit ez már meg volt tájkolva, mert úgy odabasztam egyszer dotázás közben, hogy eltört a scrollnak a supportja. Ezért hát szétszedtem és kiukasztottam, illetve belenyomtam egy fogpiszkálót, úgyhogy ez a egy kicsit olyan hülyén megy, de működik. Mint látszik, az alja is már így kicsit meg van strapálva. MX Performance egyébként a neve. Ez jó, mert minden szarom megy, még hát retkes is már az pont ragasztó rajta. Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy minden szarom működik, még üvegen is. Na hát ennyi lett volna ez a videó. A töltő egyébként egy átlagos, semmi extra. Ha akartok valamit még róla tudni, nyugodtan írjatok Facebookon, YouTube-on, én válaszolok rá nagyon szívesen. Na, ennyi lett volna ez a videó. Azt mondtam, hogy a héten nem lesz több videó, de ez egy ilyen kis bónusz videó lett végül is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!